Sziasztok lányok és srácok, ez vagyok, ez pedig itt a PES 2021 játék, méghozzá ugye a My Club része a játéknak. Megint szeretnék egy-két meccset lepörgetni a saját magam szokásos abszolút casual módján. Úgyhogy ugorjunk is bele itt a dolgokba. Először úgy gondolom, hogy nyomnom kellene egy sima, illetve még mindig megnézem, hogy még mi van itt a vaconban, sima gép elleni játékot. Itt mi a helyzet? Itt tudunk-e még? Aha, 2 perc múlva kezdődik. Akkor egyelőre itt nem megyünk. Azt akarom még megnézni, ezt kezdhetném volna a videót, felkészült ebben is, hogy esetlegesen hogy itt megint az Arzenál lesz a majd terítéken. Ugye arzenálos játékosom jelen pillanatban a csapatban ugye 2 van, Enketia is Tierney. Megnézem, hogy van-e még itt a cserepadon esetlegesen bevethető arzenálos játékosom. Hát nem nagyon, úgy nézem. Még egy DMF-em lenne, egy Saka, csak ugye őt már nem nagyon fogom tudni berakni, meg van még itt egy CMF-em is. Hogyha őt, mint CMF-et kiveszem, akkor Laca már nem, ő sem. Hát sajnos úgy látom, hogy nem fogok tudni több arzenálos játékost beépíteni. Azt hiszem, hogy City volt még a másik. Cityből sincs játékosom. Sajnos. Igen, hogy az alacsonyabb ratingű játékosok már más csapatban vannak. Na mindegy. Egyelőre akkor ezt hagyom. Bocsánat. Ezt a dolgot. Megyünk egy VS.com meccset. És aztán majd valami ranked meccset is kellene. Ugye láttatok, hogy eléggé alacsonyan van a rankom, tehát eléggé bírna vagyok. Megpróbálok egy kicsit javítani a dolgokon. Ez a messz szerintem maradhat. Van itt egy Messi-e, egy Mané-ja. Ezt a formációt nyomom most 1000-rel. Szerintem ez a csapat, ez így oké. Nem. Kicsit a védőt kijebb húzom. Így ide. Egy picit így. És akkor a DMF-emet pedig behozom ide középre. Kicsit őt följebb nyomom. És egy picit kijebb, mondjuk így. És ugye ezzel van a bajom, hogy őt viszont nem tudom ugye feljebb tenni. Mindegy, ő itt marad. Jó.
ugye egy Mark Settings-t. Hát nem tudom, hogy. Nem. Most úgymond merész leszek, nem rakok senkit sem emberfogásra. Viszont. Itt rárakom ugye a lehorgonyzást, a védekező középpályásomra. Itt még elrébb húzom őt. Jó. Így talán jó lesz. Mehetünk. Megnézzük, hogy így mit tudunk. Ugye, ahogy láttátok, az ellenfél erőssége reguláron van, tehát igazából így a hárommal erős harmadik szinten, mert ugye van azt hiszem a beginner, az amatőr és aztán a regulár. Úgyhogy hát nem a legerősebb. Nem a legerősebb nehézségi fog. Szép. Nagyon jó. Nem volt ez így annyira jó. Müllert hamar szabadult labdától. Bepassz! És bevágtuk ezt a nagy mákot. Na, hát ez remek volt. Pillanat, érzek valami lagot itt. Jó. Megvan a vezetés. Kicsit megizgatjuk itt a ellenfél játékosait. Gyönyörű labdaszerzés. Passzoljuk hátra. Ez az. Mehet előre. Müller eléggé hatékony. Itt elől. Ezt meg itt elbénáztam. Ezt beragasztottuk megint csak. Kellene jönni kicsit közelebb. Egy pillanat türelmeteket kérem, ahol fenélje meg. Egyrészt kilépek, és bocsánat, de le volt véve a hang. Elnézést kérek. Ezt most korrigáltam. Ajaj, most lesz a baj. De nem. Oké, remélem jön. Ez az, gyere! Gyere, Son! Ajtóablak helyzet volt. Ezt sikerült kihagyni. Jó. Sergi Roberto tette a dolgát.
Nem. Szabálytalanság történt a részünkről. Sajnos. Ez az. Ezt nem igazán értem, hogy miért az ellenfél jön. No, mindegy. Hoppá! Hát ezt bekaptam. Nem kéne kinyílni, itt hátul. Nem kérni. Ajaj, most van megint baj. De már megoldottuk. Nem oldottuk meg. Szórakozunk itt. Oké. Foglalkoztassuk azt az oldalt is. Nem. Ezt vinni kellett volna még tovább előre. Az elég veszélyes, hogy itt a középső védőm itt kiváltott. Nem volt rossz a beadás, csak a csatárnunk nem tudott úgy érkezni rá, ahogy azt kellett volna. Oké. Azért a bab se hús. Kezdenek fáradni a csatáraim. Váltsunk ki rá. Csak nyugodtan. Ez az. Mi jövünk. Be fogom passzolni. Yes.
Ez menedek volt. Most gond lehet. Nincs gond. Futassok a kis japánt. Inketia. Elég nagy mákka maradt a labda nálam. Kubo. Nem. Ne bújj el a végdő mögé, légy szíves. Kár, hogy ezt most Kubo átugrotta. Nem. Mi jövünk, de látszik volt valami szabálytalanság itt. Azán beíváljuk, hát ez gyenge volt ez a fejes. Megvan a labda. Ebből feladtuk a labdát. A kapusnak. Ott megy a Müller. És ott is van. Ez az. Nagyon jó. Ott ment a Müllerünk. Enketia van már rendesen készülve az elejével. Van midabunk. Nem, szabadrúgás lesz. Érdekes. Jön a szon. Spori. Ezt vajon nem kellett volna visszafújni? Esetleg. Tartsuk meg. Nem bírtuk megtartani. Enket ilyen nagyon jó ebben a csapatban, nagyon szeretem azt a játékost. Tessék el, elveszte a labdát. Most lesz gond. De csak oldalháló, szerencsére Leo nem talált most be. Csak higgadtan, ez az. Ilyenre menti? Nem. Rossz helyre ment. Gyönyörű Kubo! Na kisgyerek! Les! Sajnos Müller lesen volt. Jelemendi. Ott megy a széle! Bakker, hát... Szon már osont volna előre. Nagyon jó. Müller kapta volna. Gyönyörű lett volna, nem lett volna éppen szabálytalan.
Jó, hozzuk el. Ott a labda. Eson. Na gyerünk. Nem. Ezt előre kellett volna passzolni. Na. Szóval nyertünk. Bocsánat, nem Enketia. Vagy Enketia? Na várjatok. Saját csapatom. Nem, Kanté. Kanté az, akit nagyon kedvelek a középpályán. Színesbőri úriember. Az a baj, hogy most egy ilyen szintet lépett valószínű, és lehet, hogy... kaptunk egy kis GP-t. Ezt ki fogom nyitni, ezt a scoutot. Jó, ráadozzuk a GP-t. Már lehet, hogy ezért a contract ticketből kellett volna most nyitni, mert kaptam a mai nap, már beléptem contract ticketet. És megkérdezi, hogy a csapatunk nem maradt még mindig 3 csillagos, az itt teljesen korrekt. Viszont szerintem én most váltok társulatot. Az erősebb csapatomra. És megpróbálkozunk itt a... Mártok? Liverpool, Barca. Barcából van 2, Liverpoolosból van 2. Juventus, Tottenham. Szont tehermentesíteni kellene. Ott valami használható, mert ebben a formációban szeretnék menni, valami, nincs valami használható LMF-en. Nézzük már meg. Jobb lábas, nekem pedig egy baloldali középpályás kellene. Hát úgy látom, hogy elég ramagyul állunk itt ilyen tekintetben. És mi történik akkor, hogyha egy Henderson-t hozok ide be? Ha, ő csak itt 73-os tud lenni. Nem annyira jó. Danny Parejo-t hozok be. Nem, ugye a szont kellene, akkor viszont adok neki szerintem egy kis stamina recovery-t, és akkor rendben lesz. Na ugye, őt tudnám betenni, csak ugye a D-s formában nem akarom berakni a csapatba. Hát kevés a jó középpályásom. CMF. Hát esetleg még őt villogot lehetne megpróbálni. Itt. Várjatok? Nem? Visszarakjuk szont. Akkor CMF ezt az úriembert ide pattintom. Ő is csak 78-as tud itt lenni. Viszont lehet, hogy tudok itt pozíciót váltani. Second strikerbe tudnám. Nem. Jó, akkor ezzel nem variálok. Visszarakom oda szont. Mert így lesz kerek a történet.
Jó, szóval akkor marad így. És akkor most benézzünk ebbe a Watsonos már korábban játszott Home Away témába. Ugye még mindig basic. Hát az a baj, hogy nem, akkor öveit fogjuk választani, mert ugye van Van Dijk-on van. Ugye se Ramoson nincs, se Casemiron, se Benzemám, akkor az övére megyünk, mert ugye legalább egy Van Dijk-on van. Premier League. Jó, legyen a Liver most. Az a baj, nem tudom, nem emlékszem, hogy hány Manchester-es játékosom van még. Jó, nem húzom az időt, bocsánat. Ahogy látjátok, a ratingem az a béka feneke alatt van 600 méterrel, ezzel a 334-jel. És lejátsszuk ezt a meccset, utána szerintem vissza fogok térni erre a komosra. Értem én, hogy ez eléggé esetlegesen többeteknek, akik ezt megnézik, kicsit ilyen gáz, hogy gép ellen nyomom, de ahogy már említettem az előző videóban, több sikerélmény ér komos meccset játszani, mint élő ellenfél ellen. Majd valamikor rászállom magam, hogy többet játszak igazi másik játékos ellen, hogy nyilván a skillem akkor ott tudna javulni, emelkedni, hogyha élő emberek ellen játszanék, ott finomodna, már mennyire az én technikám fog tudni finomodni. A technikám meg a képességeim. Ő 404-es, tehát ő nálam jobb minősítés kapott. Én nem megyek Liverpoolosba. De Liverpoolosba kell mennem. Akkor már az a piros. Kész, jó. Nem érdekes. Na most game plan. Ezt a verziót fogom itt is előadatni, a védői melevek kint vannak. Jó. Picit arrébb tolom a két középső védőt, és Kimichet be fogom hozni ide. Egy Shinji-t nem tudok feljebb tolni sajnos, nem baj. Akkor ők itt ketten fognak bűvészkedni nagyjából itt Beckhammel. Jó, hát van egy Messi-e az úriembernek. Az Advanced instrukciónál azért Kimichet így berakom, és akkor ennyi részemről a dolog. Mehet is a kick-off. És egyre inkább kezdek rászokni arra, hogy ne nyomjam állandóan a pillanat, tűzszenteni fogok. Bocsánat. Tehát, hogy ne nyomjam állandóan a sprint gombot, ugye hamarabb elfáradnak a játékosaim, úgyhogy igyekszem erről leszokni. Most már egyre többször veszem magam észre, és úgymond tudom javítani, hogy ne tapadjak a sprint gombra. Ezt most egész jól kihoztuk volna.
Nakata. Őt meglőjük, és oda. Nem tudtunk elmenni a védő mellett. Erős le kellene szoknom, hogy állandóan beleviszem a védőbe a labdát. Nem kéne. Na Jordi Alba. Ott van egy szón. Lefülelték a paszt. Sajnos. És ugye elég gyötörd. Na bekem. Szépen adogat a srác. Eddig. Kijelni papa, 11-es lesz? Nem tudom, kívül volt, és itt van itt egy levája is. Ezt be berakta. Hát, gyerekek. Ügyes volt. Az elgondolás, én meg ezt előre vágom. Nagy mákon volt, hogy hova megyünk? Nem. Ajaj. Ki fog menni? Ez az átka annak, hogy a védőim, a szélső védőim azok előre húzódnak. Nem, hát nem oda akartam elé. Hát. Most ez gond. Ilyen amatőr módon, tehát komolyan. Az az igazság, hogy meg is érdemeltem, mert kicsibe passzolj! Nem. De ezt visszafele kellett volna tenni. Na most Jordi Alba.
Jó kis bakemlöket volt, csak kár, hogy nem nézett ki jól. Jobban. Tényleg már, hát. Ski. Jelszón. Jó, ott nem fogsz azért átmenni, kis haver. Ennyire még a bab se hús. Így, ilyen hülyén átvenni, Ricsi. Nem. Gyenge volt. Lehet menni. Az a hagyd, de én is hagyom, a tipikus esete volt. Na gyerünk, messze fussunk. Nem, nem futunk. Azért ezt nem tudom, azért... Nem! Bakker! De miért nem a védőnek rúgta azt a hülye labdát? Az meg erre lefújja. Dics, támad meg! Gyere, David! Nem! Tehát ilyen rosszul adni... Mi jövünk szabadrugással. Én várok.
Nem érzem az erőt, itt erősebben kell volna megint csak rúgni a labdát. Kinek? Aj, bakker, nem hiszem, mit csinálok. Édes Istenem, ilyen bénán. Ide, Son. Tiszta sor. Hát mit csinálok? Nem is értem. Nem, Ricsi. Az nem jött össze. Hát gyere! Harc azért a kicseszett labdáért. Tényleg Messi? Á, nem. És örülhetek neki, hogy csak kettőt kaptam. Jó, vége lett a szenvedéseinknek. Nem tudom, meddig fog lemenni a rankom, 100-ig biztos. Jó, nyomjunk még egy meccset. Lehet, hogy mégiscsak jó lett volna egy... Ő is magasabb ratingű. Tök jó. Mondjuk nálam ki nem magasabb ratingű. Jó. Ezek egy game plant. Jó, én most ebben a felállásban fogok játszani. Ezt az Icardit meg kéne fogni. És... így. És mehet.
Meglátjuk, hogy így mire jutunk. Nem hiszem el. Azért mondom, álljon meg a fáklyás. Kinek adta a labdát? Te ostoba. Már labdavesztés. Ki fogja rugni a pályáról? Nem. Most ugye az a baj megint csak, hogy a szélsővédőim ugye elmentek. Mit csinálok? És itt most szerettem volna jobbra passzolni, de valami oknál fogva a játék úgy volt vele, hogy inkább nem. Hát, pakker, hát miért így veszük át a labdát? Miért 60 méterről veszük át? Szép lett volna, hogyha ez beakad, de nem akad be. Nem. Várj, nem! Szerintem, hogy ki még hozzáér, és már nyomtam a gombot automatikusan, tök feleslegesen. Na azért, haver! Rájön meg a menet! Ja, hogy az ellenfél jön, ez ragyogó. Bakker, hát ott megáll és belerugom. Tiszta vicc. Jó, haladjunk már. Miért nem, hát egyből passzolom, akkor miért nem passzolja tovább? Induljunk el Jordi Alba. Ah, Ricsi. Jött össze a dolog.
Nem. Ezt megint elbohóckodtam. Kockázatos dolog ugye kihozni a középső védőt. Nem. Nem, ez most nagyon nem. Nem az én játékom. Fél idő. Miért nem egyenesen fut? Miért kanyarodik el? Hát azért, hogy a védő vagy a támadó addig közben ide érjen. Tehát nem is értem ezt. Nem itt ki! Hát. Most pedig nem nyomtam a sprintet, és úgy fordul az emberünk, mint egy csuklós busz. Na jó, azért annyira azért ne jó. Hova passzolom? Menjünk rá! Ott is van viszont, legalább a becsület gól megvan, ez az. Na jó, azért... most van a baj. Jó az. Azt nem értem meg gyerekek, hogy elveszem a labdát az a játékostól is. És nyomnám a paszt, de egyszerűen nem reagál rá. Tehát nem is értem ezt. Ám a labda és ennyi. Méterekre pattan a labda a játékoson. Tudom, most valami történt. Ja, le sem volt gondolom, Ricsi. Aha. Azért legalább annyi, ha már hülyére fog venni az ellenfél, hogy legalább egy gólt tudtam rugni, az már valami. És elsuhon előtt a labda. Tehát nem értem, hogy itt most megint még nem oda passzolt, ahova kellett volna. Tehát miért ment el a...
játékosom előtt a labda, no mindegy. Na ki jelili? Valami legyen. A Ricsi, hát szedd össze magad, légy szíves. Nem tudok megfordulni szom, sajnos. Gyötörjük. Most a védekezésem eléggé esetleges. Jó, de testégen megfogta. Ne. Ne váltsunk a középső védőre, ha lehet. Nem tudtuk már tovább tenni Messinek. Sajnos. Nem. Jó, hát kikaptunk. Ismételten, de legalább egy becsület gól megvan. Nyilván ez sovány vigasz. Nem kaptam Wiggly pointot. Kaptam még GP-t. Kaptam egy scoutot. Nem. Jó, én most kilépek ebből a játékmódból. Ennyi kudarc elég volt. Itt összeszedjük ezt. És mindjárt itt a kontraktokat kezelem. Ez GP-ben most sok lett volna, és akarok most GP-t gyűjteni. Hogy legyen egy stabil keret, ha esetlegesen ugye majd későbbiekben kell... Nem ide akartam jönni. Álljon zavaromban, hanem ide, így, oké. Okay. És akkor így akkor meg lettek újítva a szerződések. És akkor most megnézzük, hogy itt azután a Trehány teljesítmény után milyen scoutokat húztunk be. Megnézem ezt az egy csillagost. Jó lenne valami, ahogy a mániám, ugye az előző részben mondtam, hogy egy 60
60 alatti, 60-as rating alatti játékos behúzni, hogy be tudjam építeni a kis csapatomba, a alacsonyabb ratingűbe. Na nézzük, ő hányos lesz. 64-es. Hát ez nekem sok. Ez nekem sok. Oké. Okay. Ő van még itt. Position LMF. Ezeket begyűjtöm, mert... Nem, én nem adom el GP-en, egy pár száz GP-t adnom, csak értem, hogyha eladom a scoutot. Inkább játékost húzok be rajta, hogy esetlegesen később X-Play trénerré alakítsam, vagy nehogy Isten beépítsem valamelyik csapatba. Jó, fehér labdás lett. 69-es. Ez is már sok. Azt hiszem 1000 játékosom lehet csapatban. És akkor itt van valami nagyobb értékű. Latin-amerikai liga, és az 4 csillagos. Aha. Jó, hát ezt is behúzom, aztán meglátjuk, hogy úgymond mit nyerek vele, vagy kit nyerek vele, egész pontosan. Ugye megyünk Dél-Amerikába. Ez is labdás, úgyhogy ő mindenképp 70 feletti. Hochberg, egy LVF. Megnézem, majd aki be fogom tudni építeni a csapatba majd őt. Oké, okay. És akkor szerintem itt a scoutokkal végeztünk is, jó? És akkor van nekünk még egy... ...jeleményünk, amit azt mondja, hogy itt a Special Agent-nél fogom tudni beváltani. Itt is van, igen, Silver Ball, tehát garantált ezüstlabdás játékos, akár még egy 79-es is kifoghatunk. Maximum jó lesz letörni X-Play trénernek, vagy hát majd meglátjuk, hogy kit kapunk. Ugye 79-esnél biztos, hogy nem lesz magasabb ratingű az úriember. Brazil. Garantált ezüst. 75-ös. Igor Gomez. 21 éves. Igor Gomes, pontosabban Gomes, és egy OMF. Meg is nézem, hogy őt például kaptam, azt hiszem, ezért volt az stamina rebuff. Megnézem ezt az úriembert gyorsan. Level 48-ig húzható. Egy pillanat. Igor Gomes. Uh-huh. 87-es szintig fel lehet húzni az úriembert. Ami 12 szint, nem annyira rossz. Úgyhogy... őt lehet, hogy meg is kellene tartani. Megnézem a másik csapatomat, hogy ott oda esetlegesen beépíthető-e. Hát ugye itt ez a másik csodálatos ifjú tehetség, Ihatárren. Ugye őt is elég sokáig lehet húzni, hát önnála nem jobb. Megnézem itt a oda van itt egy 63-as ratingű játékos, akit ki tudok cserélni vele. Na már most baj van, úgy látom, igen. Mégiscsak egy csillagot följebb emelkedett a rating. Na mondjuk, hogyha Ihatárent kiveszem, mert ugye Kubo is tud itt AMF-et játszani. Hadd nézzem, mik vannak még itt.
Ugye ott is AMF kell, itt tud a helyén játszani. Jó, akkor szerintem őt viszont kiveszem. Őt. És akkor már is visszament ugye a rating 2278-ra. És azt kéne még megbűvészkedni, hogy nem tudok-e valahova valami magasabb ratingű játékost bepasszintani. Még esetleg a kezdőbe valakit kicserélni. Central forwardom. Ugye ez az Enketia van. És hogyha mondjuk helyette egészen idáig. A 86-os ratingig, a 84-es ratingtől, viszont itt nincs olyan támadó, hát Dele Alli lenne AMF-be. Ezt kéne megnéznem, hogy Kubo, és akkor összehasonlítjuk Alival, ugye ez a compare, az Y, ha megnyomjátok, akkor fog nektek mutatni itt egy 9-es kosztó, ő pedig 21. Ha kicserélem ők, na várjatok, nem ezt akartam, bocsánat, Kubóval akartam összehasonlítani. Mind a kettő 81-81. Viszont Kubónak ugye jobb a speedje, ahogy látom. Viszont a pace és a strength az ugye Alinál jobb. Nézzünk itt számokat. Egy, kettő, három, négy, öt, egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc statisztikai mutatóban rosszabb Ali, mint Kubo. És egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, hát ugyanaz durván. Viszont itt ezekben mind jobb, tehát védekezési szempontból jobb. Sőt, 20-szal jobb az agressionje, mint Kubónak. Huszonegyből 9, 12. Ide még emeltek beférne, Ali. Igazából nekem én csatárposzton lenne jó erősíteni. Milyen CF-jaim vannak? Hát ugye Laca lenne a leggyengébb. Az ő kosztja 27. Na, így fölnyomja. Ja, nem, bocsánat, nem is azt kell nézni, nem a kosztot kell nézni. Ha vele cserélem ki, akkor... Aha. Nyilván, hogy a fekete labdásra cserélem ki, akkor lent marad a koszt. Akár cserélhetném vele is. Vagy vele, vele már nem. Tehát csak fekete labdással tudnám, de még Tierney-nél is jobb. Enkántét nem akarom kicserélni. Na mindegy. Ez akkor majd a jövő zenéje lesz. Én itt most a videót zárnám is, bocsánat, itt a utóbbi percek tökölése miatt.
de most akkor nem folytatnám ezt a részt, innen fogjuk folytatni, majdnem pontosan innen, úgyhogy addig is legyetek jók, sziasztok!